Megújult az óvoda, korszerűsítették a tetőt és renoválták a homlokzatot Szakolyban. Új tornacsarnok, korszerű sportlétesítményt kapott az Ajaki Általános Iskola. Jótékony vadászok 5 millió forint értékű orvosi eszközt adományoztak a megyei kórháznak. Egyre több megyei óvoda épülete újulhat meg kormányzati és uniós támogatásból. Hétfőn délután a Szakolyi Intézmény ünnepélyes átadóját tartották meg a településen. Ezzel együtt a nyírségi térségben 15 óvodát korszerűsítettek az elmúlt években. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! A Szakolyi óvodának megújult a tetőszerkezete, renoválták a homlokzatot és új kültéri játékokat is kaptak a gyerekek. Az önkormányzat most azt tervezi, hogy egy újabb pályázat segítségével felújítják az óvoda belső tereit is. Kibe néz az ablakon, azt gondolja jó nagyot, épít a mester egy kis házat. Ünnepi műsorra készültek a szakolyi gyerekek abból az alkalomból, hogy hivatalosan is átvehetik a felújított óvodájukat. A belügyminisztérium az épület tetőszerkezetének megújítására 30 millió, homlokzatának renoválására pedig 37 millió forint támogatást nyújtott. Az önkormányzat pedig további 5 millió forinttal járult hozzá a költségekhez. Láttuk, hogy ez nagyon romos a kinézete. A tetőszerkezet több helyen beázott, tehát már veszélyessé is vált a gyerekek egészségére. Úgyhogy ez igazán jeles nap a mai mi számunkra, és nagyon örülök neki, hogy 103 kisóvodás gyermekünk van, 4 óvodai csoportban, és 16 intézményi dolgozóval, illetve 4 technikai kisegítővel működik az óvodánk. Bár 1895-ben a Szent Miklósi család kúriájaként épült meg a ház, már generációk óta a település óvodájaként működik az intézmény. A bejárat melletti oszlopok még tükrözik a múltat, de a felújítás során a toronydíszeket is sikerült megőrizni. Így bátran mondhatjuk, hogy az óvoda egy cifrapalota, és ráadásul zöld az ablaka. Mindannyian ismerjük ezt a kedves mondókát óvodás éveinkből. Ezen túlmenően nagyon fontos, hogy megújultak a játékok is az óvodában. Erre a Magyar Falu Program biztosította az 5 millió forintos támogatást. Ez már a 15. óvoda felújítás volt a térségben. Ez mintegy 2,2 milliárd forintba került. Ennek jó része a területfejlesztési operatív program jó voltából valósult meg, tehát uniós támogatásból. A másik fele belügyminisztériumi, illetve Magyar Falu programos beruházás volt. Az, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült az adósságokat leküzdeni és fejlődő pályára állítani egy olyan kis települést, mint Szakoly, fontos visszajelzés a kormány számára. Rendkívül örömünket tudjuk kifejezni, hogy Szakolyi község is be tudja váltani azokat a kormányzati intézkedéseket, mely valóban a települések fejlődését, fennmaradását szolgálja. A családokért vetett erőfeszítéseknek majd látható jelét nézhetjük itt a hátunk mögött, amikor egy emblematikus épület a településnek meg tud újulni. Azt hallhattuk ma, hogy nagy múltú, 100 évesnél idősebb épület, és mégis a gyermekek jövőjét, nevelését, fejlődését szolgálja az épületnél megújításra került. Én azt gondolom, ez azért is fontos, mert sikerült összehangolni a különböző pályázatokból, különböző megvalósítási ötleteket egy helyszínen megvalósítani. Szakoly önkormányzata már beadta a következő pályázatot, amely a belső terek felújítását, korszerűsítését célozta meg az óvodában. Így a gyerekek nagyobb biztonságban, komfortosabb környezetben tölthetik mindennapjaikat. Új tornacsarnok épült az Ajaki Tamási Áron katolikus általános iskolában, a mintegy 800 milliós beruházás állami forrásból valósult meg. Megújult emellett a Péter tóliget, a környéken pedig új utak, sétányok, játszóterek, futópálya és piac is létesült. Ajak város életében és a környékbeliek számára is jelentős esemény volt a Liget sportcsarnok március 24-i átadása. Ragány Adrien Ajak polgármestere elmondta, a településen két nagy beruházás folyt egy időben. Egyrészt a C-típusú tornaterem felépítése, bruttó 800 millió forint értékben, valamint egy zöld város projekt, amely mintegy félmilliárdos összköltséggel valósulhatott meg. A Péter-tó területén játszótér, futópálya és egy városi piac is épült.
Az újonnan átadott sportcsarnokot az Ajaki Tamási Áron katolikus általános iskola diákjai avatták fel énekkel, tánccal és sportbemutatóval. Nem csak az iskola életét fogja megváltoztatni ugye a tornaterem által, hanem az egész településnek az életét, mert ezen a mostani területen egy új városközpontot kívántunk létrehozni, ami ugye ezzel már nagy léptékben meg is valósult. Az iskola életében nagyon fontos egyébként ennek a tornateremnek a megléte, hiszen eddig a gyerekek egy nagyon kicsi tornateremben tudták csak a tornaórákat, illetőleg az edzéseket elvégezni. Ilyen léptékű intézményünk még nem volt, és mivel nagyon sok a tehetséges gyerek, nem csak labdajátékban, de egyéb más sportban is, így lehetőségük lesz ezt reményeink szerint tökére fejleszteni, és akár hivatásszerű sportolókká is válhatnak majd. Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyháza egyházmegye püspöke beszédében emlékeztetett, hogy a sportcsarnok nem csak a sporteseményeknek, de más egyéb közösségépítő rendezvényeknek is otthon tud nyújtani. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a tornacsarnokot akár több egymást követő generáció is képes lehet használni. Közösségeket szeretnénk építeni, közösségeket erősíteni, és hogyha egy vidéki kisváros Budapesttől több száz kilométerre ilyenre képes, ilyen közösséget tud teremteni, ilyen gyermekeket tud nevelni, akkor ennek az országnak van jövője. Sesták Miklós, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a kormány 8 évvel ezelőtt döntött a tornaterem fejlesztési programról. Azóta a régióban több tucatnyi intézmény tornacsarnokát tették alkalmassá arra, hogy több sportágat is kiszolgáljon. A szír kereszténység jövőjéről, az ukrán menekültekről, az üldözött keresztényekről, a vallásszabadságról és Európa szerepéről is szó volt azon a konferencián, amelyet Mária Pócson tartottak hétfőn. Tanúságtevő előadások hangzottak el szír, ukrán és magyar egyházi méltóságoktól, román és magyar képviselőktől a keresztény világ jelenlegi helyzetéről. Christians have coexisted fairly peacefully with followers of the other religion. A Mária Pócsi konferencián a damaszkuszi örmény apostoli egyházmegye prímás püspöke elmondta, 10 évvel ezelőtt 2 millió keresztény szír állampolgárt tartottak nyilván, mára ez a szám alig éri el az 1 milliót. A drasztikus csökkenés oka a muszlimokénál alacsonyabb születési ráta és a kivándorlás is. A szíriai háború kezdete óta több mint 1310 templomban vagy egyházi ingatlanban, több mint 7800 magánházban és 1800 mecsetben keletkezett kár. 10 millió szíriai vesztette el otthonát és vált menekülté. Körülbelül 1700 keresztényt öltek meg, és több mint 600-at elraboltak. Mivel a Közel-Kelet és Afrika keresztény lakosságának aránya 20%-ról mindössze 4%-ra csökkent az elmúlt évszázad során, a keresztények eltűnőben vannak a régióban, ami hatalmas visszaesést jelent a régió többszínűségében. Arról, hogy mit jelent tanúságot tenni a mindennapokban, mit jelent az a misszió, az a munka, amelyet az ott élő egyházi közösségek végeznek, az ott maradók között a legnagyobb háborús helyzetből menekültek között, hiszen tudjuk, hogy nem csak a szomszédos országokban vannak a menekültek, hanem Ukrajnán belül, Kárpátalján is, Kelet-Ukrajnából nagyon sok menekült érkezett Kárpátaljára, és az ő tanúságtételüket is ma hallhatjuk. Én azt gondolom, hogy egy ilyen konferenciára azért van szükség, mert egyrészt egymást megerősíthetjük. A szeretet szavából, a támogatásból, egymás és egy jó készfogásból, egy jó beszélgetésből, én azt gondolom, hogy a mindennapokra nyerhetünk erőt. A konferencián elhangzott, a világon a kereszténység a legnagyobb lélekszámban üldözött vallás, jelenleg 360 millió Krisztus hívő ember kénytelen ezt elszenvedni. A magyar kormány 2016-ban hozta létre a Segítő Magyarország programját, amely több mint 50 országban nyújtott segítséget az elmúlt 5 évben. Kifejezetten nemzeti küldetésként értelmezzük azt, hogy a világban szenvedő keresztényeknek segítsünk, ugyanakkor a segítségnyújtásunk nem kizárólagosan rájuk összpontosul. Hogyha így tennénk, az nem lenne keresztényi. Ezért adtunk támogatást például üldözött muzulmán embereknek, üldözött zsidó embereknek, sőt, adott Magyarország a Hungary Health fogamon keresztül támogatást természeti ipari katasztrófák áldozatainak. Most pedig, hogy a közvetlen szomszédságunkban egy háborús helyzet indult, Magyarország elindította történelmének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját. Ennek a keretében
miközben Magyarországon több mint 500 000 háborús menekültet fogadtunk és adtunk nekik segítséget, a Hungary Helps keretében pedig Ukrajnában több mint 2 milliárd forint értékben nyújtottunk segítséget, vagy küldtünk segélyszállítmányokat. A konferencián elhangzott, ezzel a programmal Magyarország eddig közvetlenül több mint 500 000 embernek segített a világon. Környezetvédelem, klímavédelem, megújuló energiaforrások, ezek voltak a fő témái a Megyeházán tartott környezetvédelmi szakmai konferenciának, amely egy szlovák-magyar nemzetközi projekt záró rendezvénye volt. A Clean, környezetünk védelme a jövő számára projekt célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetszennyezés hatásaira, valamint bemutassa a fenntarthatóság, valamint a megújuló energiaforrások használatának jelentőségét. Egyre több háztetőn jelennek meg a napelemek megyénkben, és ez a tendencia várhatóan a jövőben is folytatódni fog, mivel Magyarország klímacéljai között egyebek mellett az is szerepel, hogy a hazai áramtermelés 90%-ának széndioxidmentesnek kell lennie. A területfejlesztési dokumentumainkban mindig különleges helyet foglalt el, lényegében kiemelt célként fogalmaztuk meg a környezetvédelmét, illetve az ehhez kapcsolódó feladatoknak a megoldását. Ugye itt most klímaváltozáskorát érjük, és most éppen ugye egy háború is dúl a szomszédunkban, amely még inkább jelentőséget, illetve fényt irányít arra, hogy a megújuló energiaforrásokra bizony komoly hangsúlyt kell fektetni, és meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyekkel ki lehet váltani a nem megújuló energiákat. Baracsi Endre elmondta, a környezetvédelem témája a politika fölött áll. Így a környezetvédelmi témák fontosságában konszenzusnak kell lennie annak érdekében, hogy a következő nemzedékek számára is egy élhető és fenntartható világot hagyjunk magunk után. A konferencia, valamint a projekt célja azonban nem csak az volt, hogy felhívják a lakosság figyelmét a megújuló alternatív energiaforrásokra, hanem az is, hogy a diákokat is meg tudják szólítani. Ennek érdekében nem csak önkéntes szemétszedést, de workshopokat, konferenciákat, környezetvédelmi fesztivált és egyéb szórakoztatva nevelő rendezvényeket is szerveztek. Azt tapasztaltuk, és ebbe az irányba indultunk el, hogy ha a gyerekeket meg akarjuk szólítani, illetve megfogni őket, hogy tudatosuljon benne ez a klímavédelemre, illetve a környezetvédelemre való nevelés, akkor ilyen játékos foglalkozások, illetve színes programokat kell, hogy szervezzünk, és ezáltal tudatosuljon bennük, hogy amit nekünk meg kellett tanulni, illetve nekünk felnőtteknek alkalmazkodni kell, az már nekik természetes legyen, mint például az, hogy szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Azok számára, akik szívesen váltanának megújuló, alternatív energiaforrásra, segíthetnek az otthon felújítási támogatások, valamint a pályázat.gov.hu honlapon elérhető pályázati lehetőségek. Jótékonyságból lőttek vadat tavaly decemberben megyei vadászok, 5 millió forint gyűlt össze akciójukban, amelyből orvosi eszközöket vásároltak. Az adományokat kedden adták át a Józsa András Oktató Kórház gyermekosztályának. Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. Kezdeményezésére tavaly decemberben harmadik alkalommal tartottak jótékonysági vadászatot. Eddig összesen 172 orvosi eszközt adtak át az országban, mintegy 125 millió forint értékben. Az első évben egy 3 millió forintos transzkután mérő berendezést kapott a Nyíregyházi Kórház, tavaly pedig egy videogasztroszkóp rendszer beszerzésével járultak hozzá a gyermekosztály működéséhez 7 millió forint értékben. A kezdeményezéshez pedig egyre többen csatlakoznak, idén rekordot döntött a résztvevők száma. 224 jelentkezőből 191-en vadásznak és 31 támogató vadász jelent meg 5 helyszínen, és azt gondolom, hogy családias hangulatban zajlott az esemény. Nyilván egy karácsonyt követően a férfi emberek azért szeretnek kiszabadulni a természetbe, és azt gondolom, hogy a kellemest egy igen hasznos tevékenységgel kötöttük össze. Hiszen az elsődleges cél a jótékonykodás, de fontos a szemléletformálás is, hogy javítsanak a vadászok megítélésén és példát mutassanak. Így a 19 megyei kórház, köztük a Józsa András Oktató Kórház gyermekosztálya is hiánypótló orvosi eszközökkel gazdagodott.
Az Országos Jótékonysági Vadásztársaság által szervezett vadászaton közel 5,2 millió forintot gyűjtöttek össze a megye vadászai, amelyet már harmadik éve a gyermekosztály orvostechnikai eszközeinek a fejlesztésére fordítunk. Ebben az évben 3 betegőrző monitort és 4 csecsemőmérleget vásároltunk ebből az összegből. Ezek a nem intenzív ellátást igénylő gyermekek gyógyításában teljesítenek majd szolgálatot. A sajtótájékoztatón elhangzott, a vadásztársaságok folytatják a hagyományt, és jövőre még nagyobb összeggel szeretnék támogatni a megyei kórházak gyermekosztályait. Első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a nyíregyházi törvényszék azt a román orvost, aki 2016. augusztusában közvetlen közelből fejbe lőtte korábbi ismerősét és annak férjét. A vádlottat véglegesen kiutasították Magyarországról, és az ítélet szerint leghamarabb 25 év múlva bocsátható feltételesen szabadlábra. Az ítélet nem jogerős, az ügyész, a vádlott és védője sem fogadta el a döntését. Századik születésnapját ünnepli a Nagykálói Sportegyesület. A jubileum alkalmából kiállítás nyílt a Városi Könyvtárban. Az elmúlt 100 év relikviáit április közepéig tekinthetik meg a látogatók. A világ és Európa bajnoki ezüstérmes súlyemelő Száraz László Nagykálóban kezdte pályafutását, csak úgy, mint a 149-szeres válogatott kosárlabdázó Sitko Ernő. Többek között a hozzájuk kapcsolódó tárgyak és fotók is láthatók azon a kiállításon, amely a Nagykálói Sport Egyesület elmúlt 100 évét mutatja be. Volt, amikor 7 szakosztály működött az Egyesület keretein belül, napjainkban viszont csak a futball tartozik az NSI-hez. A jelene nem ilyen impozáns, én azt gondolom, de van miből táplálkoznunk, hogy hasonló úton járjunk, és ilyen céljaink legyenek. Nagyon sok szakág ugye kiszerveződött önálló egyesületé, de attól függetlenül a futballal 100%-ig foglalkozunk, és szeretnénk a kajakkenut újra elindítani a városban, ami azt gondolom, hogy megint megye szinten is egy különlegesen vonzó lehetőség lesz majd. Vágó Zoltán legendának számít a nagykálói futballban. A Rozoga becenévre hallgató csatár 13 évet játszott a város csapatában, és volt olyan bajnoki mérkőzés, amelyen 7 gólt szerzett a Nagykáló színeiben. Nagyon szerencsés ember vagyok, mert még az én időszakomban elég szép volt a futball, vonzott a nézőket, rengeteg ember előtt tudtunk futballmérkőzéseket játszani. Volt olyan mérkőzésünk, hogy 3000 ember volt Nagykálóban mérkőzésenként, és rengeteg örömet találtunk benne. Szóval még akkor, hála jó Istennek, szebb volt a futball sokkal. Az olimpiai bajnok kajakozó Kökény Roland fiatalon gyakran megfordult Nagykálóban, napjainkban pedig a sporták fejlesztéséért dolgozva kötődik a régióhoz. Gyerekkoromban Nyíregyházáról nagyon sokat jártunk át ide kajakozni. Egykori nevelőedzőm itt alapított később kajakkenu szakosztályt, úgyhogy ő meghívásából jártunk nagyon sokat ide kajakkenu szövetségnél. Ennek a régiónak a névadója vagyok, és itt töltöm be a szerepemet, és próbálunk minél több új tagszervezetet toborozni, és a meglévőket segíteni, hogy minél több gyerek jusson el a kajakkenu sportágba, megszeressék ezt a sportágat, és minél jobb eredményeket érjenek el. A Nagykálói Városi Könyvtárban látható kiállítást április 11-ig tekinthetik meg az érdeklődők. Híradónk végén nézzük fő híreinket ismét néhány mondatban. Megújult a tetőszerkezete a szakói óvodának, renoválták a homlokzatot és új kültéri játékokat is kaptak a gyerekek. Az önkormányzat most azt tervezi, hogy egy újabb pályázat segítségével felújítják az óvoda belső tereit is. Új tornacsarnok épült az Ajaki Tamási Áron katolikus általános iskolában, a mintegy 800 milliós beruházás állami forrásból valósult meg. Megújult emellett a Péter-tóliget, a környéken pedig új utak, sétányok, játszóterek, futópálya és piac is létesült. Jótékonyságból lőttek vadat tavaly decemberben megyei vadászok. 5 millió forint gyűlt össze akciójukban, amelyből orvosi eszközöket vásároltak. Az adományokat kedden adták át a Józsa András Oktató Kórház gyermekosztályának. Március 29-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerda este is beszámolunk majd önöknek a megye legfontosabb történéseiről. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!
Kedd éjjel derült, enyhe idő várható, eső nem valószínű, a hőmérséklet 10-12 fok körül alakul. Szerdán napközben felhős, de igazi tavaszi idő lesz, a hőmérséklet 18-21 fok között várható. A hét további részében marad a hűvös csapadékos időjárás.